Rosszul lett kisgrofó, népszerű babaváró támogatások, konyhafelújítás Kenderesen, polgármester feladatai. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2019. szeptember 13-án 18 óra 5 perckor. Fellépése után lett rosszul a megyeszékhelyünkön élő Mulatós király kisgrofó. Az állapotáról csak a Karcag TV-nek nyilatkozott a művész, akinek karcagi baráti kapcsolatai is vannak. A zenész rengeteget dolgozik, előfordul, hogy egy nap három fellépése is van, ami azt jelenti, hogy kora délután elindul otthonról, és csak reggel ér haza. Ez történt néhány héttel ezelőtti rosszul létekor is. Igazából azt kell tudni arról a napról, hogy elég nagy vihar volt, és körülbelül ilyen 6 rendezvényen volt aznap, és sajnos az egyik rendezvényre nem tudtam odaérni a vihar miatt, és akkora ideg volt bennem, hogy én azt gondolom, hogy gyomor ideget kaphattam, mikor hazamentem, megpihent a szervezetem, és egyszer csak éreztem a gyomromban egy hatalmas nyomást, ami átsugárzott ugye a hátamba, aztán a párom azonnal hívta a mentőt, mert nem bírtam felkelni, tehát olyan szintű volt a fájdalom. Ezt komolyan mondom, hogy senkinek nem kívánom ezt a fájdalmat. Egy pár órát bent kellett, hogy töltsek, infúziót is kaptam, és minden jel arra irányult, hogy egy picit túl stresszeltem magamat, és ez a sok hajtást végül is. De igazából most már itt vagyok, erős vagyok, semmi probléma nincsen, és köszönöm szépen a rajongóknak is innen, és a családtagjaimnak is, mindenkinek, aki érdeklődött, hiszen tényleg több száz telefont kaptam, hogy mi van velem, meg SMS-eket kaptam, és Facebookon is írtak nekem, szóval köszönöm, hogy aggódtak értem. A bulibáró ezúttal igazán rászolgált a nevére, ugyanis az orvosok szerint valószínű, hogy túlzásba vitte a koncertezést. Annyi fellépést vállalt, amit a szervezete már nem bírt el. Több, mint valószínű, hogy az lehetett az oka ennek a sugárzásnak, illetve ennek a fájdalomnak, amiért a mentők neki kellett, hogy jöjjenek, és a párom hívta a mentőket egyébként. Azonnal jöttek a családtagok, hogy mi a probléma, mert azért én nagyon erősnek érzem magamat ebből a szempontból, de most az immunrendszerem nagyon legyengült, és több, mint valószínű, hogy ez miatt lehetett, hogy egy picit túlhajszoltam magamat, illetve az esteli ideg is rátetőzött. Az énekes az eset óta vitaminokat szed. Megpróbálja kerülni a stresszt. Az volt a kérésük a dokinak, hogy tehát a diéta, a mozgás, ami egy picit nehéz számomra, hiszen a nyári szezonban abszolút nincs rá lehetőségem, mert örülök, hogyha pihenek egy picit. A diétára pedig arra gondoltak, hogy ugye rendszertelenül étkezem, hiszen vannak olyan dolgok, amikor vannak olyan napok, amikor 11 órakor már színpadon vagyok délelőtt, és ugye nem tudok ebédelni, mert akkor színpadon vagyok, és akkor rohannom kell a másik rendezvényre, és sajnos ugye ezeket a benzinkutas ételeket kell, hogy együk. Az orvosoknak és családjának is megígérte, hogy többet mozog, majd odafigyel az étkezésre és a megfelelő folyadékbevitelre, ám egyelőre képtelen elszánni magát, hogy kevesebb fellépést vállaljon. Ez egy jel volt. Én azt gondolom, hogy ez egy jel volt. Egy picit valamilyen szinten visszább kell venni, de nyilván amiket én bevállaltam a rendezvényeket, én azt maximálisan teljesíteni fogom, ezzel nincsen probléma. Próbálom vitaminokkal visszapótolni ezeket a dolgokat, és csak előre tele vagyok energiával, célokkal, élőzenekar, szóval abszolút vannak kilátások, illetve most egy közös duettre is készülök, egy olyan illetővel, aki meglepő lesz majd az emberek számára, én azt gondolom, meg szólóban is nyilván majd készülök a rajongótáboroknak, bízom benne, hogy tetszeni fog nekik, tehát csak előre is mulatási. Kisgrófú hamarosan hírstúdiónk vendége lesz. Stábunknak elmondta, hogy kedvenc étele a karcagi birkapörkölt, és nagyon sok helyi barátja van. Mert a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért sem adnám. Speciálban nektek! A babaváró támogatások közel felét lakásvásárlásra igénylik, tudta meg a szerkesztőségünk. A folyósított támogatások átlagos nagysága 9,7 millió forint, szinte mindenki a maximális összeget igényli, és a bankok minimális korrekcióval hagyják jóvá, közölték.
Az elemzés szerint a felújításra fordított támogatással együtt az ügyletek közel kétharmada az ingatlanpiacra és a lakásállományra van erőteljes hatással, illetve sokan meglévő hitelüket elő- vagy végtörlesztik a pénzből. A független hitelközvetítő több mint 200 babaváró támogatást vizsgált meg az elmúlt időszakban benyújtott igénylések alapján. Ebből kiderül, hogy az igénylők 13%-a megtakarítási céllal veszi fel a támogatást. Ezen belül részben a később megszületendő gyermekek miatt, részben pedig a magyar állampapír pluszt vásárolnak belőle. A támogatást igénylő friss házasok 10%-a pedig valamilyen régebbi hitelét szeretné részlegesen vagy teljesen törleszteni. Elenyésző számban voltak olyanok is, akik autóvásárlást vagy vállalkozás fejlesztést jelölték meg a felhasználás céljaként. A jegybank adatai szerint a babaváró hitelkihelyezés júliusban 54 milliárd forint volt. 55 ezer hitelfolyósítást jelentettek a bankok. 9,7 millió forint átlagos összegben. A támogatás iránt megmaradt az élénk érdeklődés, így az éves babaváró hitelkibocsátás 400 milliárd forint is lehet az első teljes évben, ami 25-40 ezer ügyfelet jelenthet. Konyha technológiát modernizált Kenderes város önkormányzata a Kenderesi Központi Konyhában. A felújított intézményt Szántó József, az Egri Főegyházmegye főesperese áldotta meg az átadó ünnepségen. A konyha technológia modernizálása elengedhetetlenül szükséges volt, mivel a gépek berendezések közel 30 évesek voltak. A közbeszerzés során valamennyi konyhai eszköz berendezés kicserélésre került. Az önkormányzat 10 millió forintot biztosított a szükséges konyhai infrastruktúrális fejlesztésre, sorolta az átadó ünnepségen Pádár Lászlóné polgármester. Évtizedek óta ez a konyha biztosítja a gyermekétkeztetést, beleértve az óvodai, iskolai étkeztetést, és szeptember 2-ától a bölcsődei étkeztetést is, valamint az idősek szociális étkeztetését. A konyha kapacitása 500 adag étel elkészítésére alkalmas. A konyha technológia modernizálása elengedhetetlenül szükségessé vált, mivel a gépek berendezések közel 30 évesek voltak. Most nyílt lehetőség pályázati pénzt szerezni a felújításra. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című felhívásra városunk önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Magyar Államkincstár Jászlikon Szolnok megyei igazgatóság vezetője támogatott. 47.084.531 forint összegű támogatást biztosítottak eszközbeszerzés megvalósítása a Kenderesi Központi Konyha részére címen. Az eszközbeszerzés során valamennyi konyhai eszköz berendezés kicserélésre került. Evéglő bútorok vásárlása történt meg, továbbá egy aluvázas 10x20 méteres rendezvénysátort is beszereztünk. A beszerzett eszközök beüzemeléséhez és használatához szükséges volt a konyha infrastruktúrális fejlesztése, elszívórendszer képítése, fűtési rendszer felújítása, villamoshálózat rekonstrukciója, teljesítmény bővítése, amelyet az önkormányzat saját erőből finanszírozott 10 millió forintos összeggel. A hagyományos házias ízekhez a modern konyha újabb lehetőséget ad. Kívánom, hogy sok olyan ételt főzzenek itt a kicsiknek, nagyoknak egyaránt, aki mindenkinek ízlik, fogalmazott F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője. Egy konyha akkor ér valamit, ha olyan szakemberek főznek, akinek a főztére lehet mondani, hogy egészséges, hogy modern, de az a legnagyobb dicséret, ha azt mondjuk, hogy házias, olyan, mint otthon. Egy konyha akkor ér valamit, hogyha azt a gyerekek, felnőttek, idősek azokat az ételeket szívesen fogyasszák. Az adja egy konyha értékét. És Kenderesnek is az adja az értékét, hogy megújul, szépül, az épületek fel vannak újítva, lesznek modern dolgok. De Kenderesnek az adja az értékét, hogy ragaszkodik azokhoz a hagyományokhoz, azokhoz a kenderesi hagyományokhoz, amelyeket bármilyen szél fújt, bármilyen történelmi vihar volt, a kenderesiek nem hagyták el. Ehhez kell ragaszkodni, ugyanúgy, mint az otthoni ízekhez, a házias ízekhez, mert jönnek divatok, jönnek modern konyhák, de a hagyományokhoz, azt, amit otthonról hoztunk, azokhoz ragaszkodni kell.
A modernizált intézményt Szabó József, az Egri Főegyház megye főesperese áldotta meg. Karcagváros polgármestere már itt ül a stúdiónkban. Mindenki ismeri Karcagon, folyamatosan szerepel a médiában. De nem sokan tudják, hogy pontosan milyen háttérmunkában kell részt vennie, milyen feladatai vannak. Erről beszélgetünk Dobos Lászlóval. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást, tisztelettel köszöntöm én is önt és a kedves televízió nézőket. Eltelt a nyár, egy szép időszakon vagyunk túl, de mielőtt belefognánk ténylegesen az aktuális nyári kérdésekben, talán érdemes arról beszélni, hogy mit is csinál egy polgármester. Lehet együgyű egy kicsit a kérdés, de nagyon sokan nem is tudják, hát mit csinál egy polgármester. A polgármesteri munka az nagyon-nagyon összetett feladat, nagy kihívás, nagyon szép munka, nagyon felelősségteljes munka, és ha sikeresen csinálja az ember, akkor mindenképpen nagy öröm. Nagyon sok mindent kell csinálni, gyakorlatilag a jegyző segítségével, illetve a jegyzővel együtt irányítani a hivatal munkáját, különböző pályázatokat előkészíteni, megvalósítani, az önkormányzati intézményeket gardírozni, azoknak a munkáját felügyelni, és természetesen ami legfontosabb, a kapcsolattartás a lakossággal. Ez különböző formákban tud megvalósulni, akár személyes találkozások alkalmával, akár eseményeken, rendezvényeken történő beszélgetésekkor, illetve hát természetesen van fogadó óra is, ügyfélfogadási rendszerben működünk, nem csak én, hanem a képviselők is, és ott is meghallgathatjuk azokat a gondokat, javaslatokat, ami előré viheti a város fejlődését. Nehéz röviden összefoglalni ezt a munkát, hiszen végtelenül összetett. Természetesen szükséges a kapcsolattartás a felsőbb irányítással, a különböző minisztériumokkal, nagyon sokat kell ezügyben járkálni, ha az ember azt szeretné, hogy előré mozduljon a települése. Ennek mi tulajdonképpen a pozitív oldalát látjuk, annak ellenére, hogy nagyon sokat kell kirincselni, de úgy érzem, hogy Karcag városa iránt és irántam is nagy a respekt a döntéshozók körében, így előbb-utóbb, ha nehezen is, de legtöbb esetben sikerül kiharcolni azt, amit szeretnénk elérni. Én az a típus vagyok, ha kidobnak az egyik ajtón, bemegyek a másik ajtón, mert addig próbálom ütni a vasat, amíg sikerrel nem járok. Említette a polgármester úr, hogy nagyon sokat kell azért dolgozni, hogy Karcag fejlődjön, de Karcag valóban fejlődik, és töretlenül fejlődik. Ha néhány fontosabb beruházást kellene kiemelnünk a város életéből, miket említene a polgármester úr? Nézd, a helyzet az, hogy én karcagi születésű vagyok, én az életem legnagyobb részét, kivéve a katonai éveket, illetve a felsőoktatásban töltött időszakot, a városban töltöttem, itt éltem meg, 38 éve szolgálom pedagógusként, illetve köztisztviselőként, közalkalmazottként a települést, és hát ez motivál arra, hogy amit nagyon sok szépet kaptam ettől a várostól, a szülővárosomtól, én mindenképpen megpróbálom ezt visszaadni, megszolgálni azt a bizalmat, amivel engem elláttak már most ciklusokon keresztül, és hát ezügyben ténykedek, és erre próbálom sarkalni a társaimat is. Egyébként nem nehéz, hiszen egy nagyon jó kis csapattal, nagyon jó képviselőkkel dolgozom együtt, akik a mi oldalunkon vannak, azok töretlenül a város fejlődését segítik elő, és ezt mondhatom el tulajdonképpen a hivatal munkájáról is. Keményen mögénk álltak, és nagyon szorgos, nagyon pontos munkával dolgoznak a kezünk alá, és ennek következtében természetesen azért nagyon szép sikereket értünk el, ez kár lenne tagadni, és talán szerintelenség nélkül mondhatom, hogy a város fejlődik. Nekem egyébként is az a célom és a szlogenemben, vagy a életfelfogásomban benne van, hogy egy nyugodt körülmények között kiegyensúlyozott helyzetet, állapotot hozzunk létre ezen a településen, egy olyan
várost, egy olyan lakóhelyet, munkahelyet, ahol az emberek jól érzik magukat, és örömmel töltik itt a napjaikat, örömmel élnek itt, és az ide látogatók is jól érzik magukat. Ez is egy végtelenül összetett feladat, hiszen nem biztos, hogy a kettő mindig találkozik, de egy összhangot mindenképpen meg kell teremteni. Ennek szellemében alakítjuk ki a fejlesztéseinket is, és valóban nagyon sok minden elkészült ebben a városban, az elmúlt ciklusban. Különböző energetikai fejlesztések, délinéi városháza, megújult lombkorona sétány, kosárlabdaliget, különböző kondiparkok, és ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy mind a fiatalokról, mind az idősebbekről is tudunk megfelelően gondoskodni, ennek szellemében újítjuk fel az óvodáinkat, tulajdonképpen ebben a ciklusban 5 óvoda felújítása is megvalósult. Volt olyan, ahol csak részleges felújításra volt szükség, volt olyan óvoda is, ami tulajdonképpen a csupasz falakig vissza lett bontva, és teljesen újjáépült. Hát ezzel az a célunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a nevelés területén. Egyébként egy kiváló, sokszor elmondtam már, de nem győzem eleget hangsúlyozni, egy kiváló óvodai rendszer működik a városunkban, tehetségpontként is működik, és valóban csodájára járnak az egész országból, hogy milyen szép munka folyik a városunkban. És a célunk továbbra is az, és ez szerintem már jól és meg is valósult, hogy ezekben az óvodákban olyan körülményeket teremtsünk, hogy bárhol, bármelyik nyugat-európai országban is megállja a helyét az a rendszer, ami itt működik. Van összehasonlítási alapon, több ilyen rendszert vizsgáltam meg a környező és a nyugati országokban is, és bátran állíthatom, hogy ott sem jobb a helyzet, sőt. A másik, ami nagyon fontos véleményem szerint, hogy miután azért nagyon sok az idős ember, az idősekkel is foglalkozzunk, és ennek szellemében az idősek otthonait is folyamatosan fejlesztjük. Ez megtörtént már a Zöldfa úti idősek otthona esetében, és most vagyunk éppen a Horváth Ferenc úti idősek otthona felújításának kellős közepén. Ott már a pincerendszert, a konyhai részleget sikerült felújítanunk, átadnunk, és most következik majd a lakóterületnek, a lakótereknek a megújítása. Ez is nagyon fontos, úgy gondolom, hiszen így egy keretbe zárjuk a legfiatalabbaktól a legidősebbekig haladva, nyújtunk segítséget, támaszt az itt élőknek. Én köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!